Nehéz időszakot tudhat maga mögött a dombovári ifjúsági fúvószenekar. A fiatalok legutolsó közös szereplése csak nem egy évvel ezelőtt volt. A járványügyi helyzet és a korlátozások miatt sokáig a zenekari próbákat is online szervezték meg. Kiszler András karnagy azonban megtalálta a módját annak, hogyan motiválja és bíztassa kitartásra a fiatal zenészeket. Online beszélgetések voltak a zenekaroknak, szerveztem. Meghívtam híres előadókat, sportolókat, akik egy előadást tartottak, és lehetett tőlük kérdezni is a növendékeknek. Én azt gondolom, nagyon hasznos volt, hiszen kitartást és mindent tanulhattak a zenekari tagok. És hát Google Drive-on föl lettek töltve a szólamok, és azokat videó vagy hanganyag formátumban küldtek vissza. A már hagyománnyá vált nyárköszöntő koncert idén a Nagy Visszatérés címet kapta. A zenekari tagok május vége óta ismét a régi megszokott rendben próbálnak. Az időjárás sajnos nem kedvezett a nyárköszöntő koncertnek, így a zenészek bentről, a zeneiskola épületéből szórakoztatták a szép számban összegyűlt közönséget. Három darab próbánk volt, tavaly július 5-én volt a legutolsó szereplésünk, úgyhogy lassan egy éve volt, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Hál' Isten, közönség van, az idő nem teljesen jó, úgyhogy sajnos be kellett jönnünk a terembe, itt tartottam biztonságosnak, úgyhogy bízom benne, ismét sikeres lesz a szereplés. Mindig próbálunk egy ilyen nyárköszöntő térzenét. Most éppen Horvátországba mentünk volna, de sajnos itt a világjárvány miatt ezt elhalasztottuk, most már másodszor. Úgyhogy mindig tervezzük azt, hogy megyünk, és előtte egy ilyen bemutatkozó koncertet. Hát a bemutatkozó koncert megvan, bízom benne, hogy jövőre Horvátország is lesz. Kiszler András karnagy bizakodva tekint előre. Reméli, hogy az idén elmaradt újévi koncertet jövőre meg tudják tartani, hiszen egy fontos évfordulót ünnepel a zenekar 2022-ben. Most a zenekar egy kicsit elvonul pihenni, ugye jön a nyári szünet, majd augusztus közepén megyünk Balatonfenyes alsó egy ilyen zenekari táborra, úgyhogy ott lehet majd hallani a zenekart. És hát majd meglátjuk, nyilván mit hoz a jövő, milyenek lesznek az állapotok, a helyzetek, de hát nyilván szeretnénk egy újévi koncertet, hiszen jövőre jubileumot ünneplünk.